intenzív választási kampányra van szükség, ugyanis rövid a kampányidőszak. A magyar szavazók aránya pedig minden egyéni körzetben kisebb, mint az ukránoké, mondta Brenzovics László a KMKS elnöke első kampányállomásán, a Beregszászi járási Ukrajnában július 21-ére tűzték ki az előrehozott parlamenti választásokat. A három magyarok lakta kárpátaljai egyéni választókörzetben a két meghatározó kárpátaljai magyar szervezet, a KMKS és az UMDS közös jelöltet indít. A azonban nem egyenlők. Korábban ugyanis a központi ukrán választási bizottság a több magyar beregszászi járást szétdarabolta, és ukrán településekhez csatolták, rendkívül megnehezítve ezzel a magyarság képviselőjének a parlamentbe történő bejutását. Brenzovics László a beregszászt és nagyszülőst is magába foglaló egyéni körzetben indul, ahol a magyarok aránya mintegy 35 százalék. Nagyon rövid lesz ez a kampányidőszak, nagyon sok településből áll a körzet, azonban igyekszem ezekből a körzetekbe elmenni. És hát nagyon fontos az, hogy így személyesen az emberekkel beszélgetve fölmérjük azokat az eredményeket, illetve problémákat, amelyek elemezték az elmúlt időszakot. Ez a mezőgecse, ugye ez az első, ez nem véletlen, hiszen egy nagyon érdekes település, amelynek ugyan a körülményei nem különösebben jó, de az elmúlt időszakban nagyon sok eredményt értek el, gondoljuk csak azt, hogy milyen fesztiválokat rendeznek ebben a faluban, ami már lassan ukrajna szerte is híres, illetve, középületekben is vannak bizonyos fajta előrépések, ez a szép kuria, amit valójában ez van állítva, illetve próbálják fenntartani a kultúrázat, ahol a kultúrmunkások szintén nagy munkát fejtenek ki. Az óvoda program keretében pedig felújult a, megújult az óvoda, és jelentős a falusi is ebben a községben. Megnéztük azokat a dolgokat, amit még lehetne segíteni, így az iskola és a kultúrázatnak a tetőszerkezete meg fogjuk csinálni a megpróbálunk segíteni. Ez egy életképes közösség, majd mutatja azt, hogy Kárpátalján még mégis csak a magyarok, mint közösség megvannak, és igyekeznek a saját községeket fejleszteni, ez lehet nagyon jó példa az évvicsi. Azt hiszem, hogy 37% a magyarságnak az aránya két közöttbe, ugye ez önmagában eléggé arcátlan az ukrán állam részéről, hogy ilyen körzeteket hozott létre. Két pasztusát is megsértve a választások törvénynek. A választás törvény kimondja azt, hogy ha otthon élnek a kisebbségek, az figyelembe kell venni a közeg kialakításánál. Ezt nem tették meg. Másrészt meg figyelembe kell venni az administratív határokat. Ezt sem tették meg, hiszen tulajdonképpen ez a körzet három részből áll, a Berekszászi járásnak a egy felévet tulajdonképpen az egész szőlősírás, és az Illosvágyi járásnak egy része. Ez előbb megnézheti a munkát, és megnehezíti a később a kapcsolattartást a választókkal is, de hát ez van, ilyen körülmények között kell jó eredményt elérni. Természetesen van esélyünk, hiszen több ukrán választ, indulóra lehet számítani és hát reméljük azt, hogy a kárpáti magyarság pedig nagy számban fog részt venni a választásokon, és adja le a voksát a, 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 a kárpát és az ő jelöltjeire. Nagyon fontos, hogy így legyen, ha már nincs körzet, akkor próbáljuk meg ilyen módon biztos lenni a magyarság a képviseletét, de természetesen a mi képviselőink azok nem csak a magyarok, hanem elsősorban összes kárpátai embernek az érdekeit kívánják képviselni, mert nekünk kárpátai az első.